2020 novemberében a Godzsák családnál voltunk kilakoltatáson, ahol végül is a kilakoltatás nem foganatosította dr. Németiné végrehajtó, mivel a végrehajtó megjelent a helyszínen, de ő amikor látta az összefogást és az emberek jelenlétét, valószínűleg ezért elhajtott a helyszínről, és a kilakoltatás így nem ment végbe. Godzsák családjaiknak a története meglehetősen egyedi. Egy alapvetően egy devizahitelkárosultakról van szó, mivel még 2007-ben vették. 2007 novemberében. 2007 novemberében vettek fel egy devizahitel hitelt, és ennek következtében is azóta is folyamatosan fizették a részleteket, még ugye a megemelt részleteket is. Megemelt részleteket ugyanúgy. Igen, 2017-ig ugyanúgy fizették, még a megemelt részleteket is teljesítették az adósok, szóval itt még a nem fizetés sem állt benn. Itt a alapvető probléma az volt az ügyükben, hogy a követeléskezelő és a követeléskezelési törvény hiányából kifolyólag beállt egy olyan rendszerhiba, sajnos, aminek következtében az ingatlanjukat el tudták árverezni, és ezzel az egész családnak a lakhatása került veszélybe, aminek még most is próbáljuk visszafordítani ezt a folyamatot a jövőben. És akkor így váltsunk egy pár szót erről az ügyről. Ugye, hogy 2007-ben felvették ugye ezt a devizahitel szerződést, ugye volt folyamatosan fizetve. Itt is van a kimutatás, mondjuk ez 2012-es kimutatás. Igen, 2007 novemberében vették fel a szüleim a hitelt a Quality Financiálnál 4,5 millió forintot, ebből 3,5 millió forintot utaltak nekik. A hitelt mindvégig fizettük, a megemelt hitel részleteket is. Nem volt soha elmaradásunk a hitelben, viszont a 2017-ig 3 folyószámla számra fizettük a hitelt, és az Arthur Bergman, ahol fel lett véve a hitel, az csődbe ment, illetve csődeljárás indult ellene 2012-ben, akkor az MKB lett a jogutód, aki átvette a Quality-től a követelést, és 2012-től 2016 végéig fizettük az MKB banknak, és 2016-tól 2017 év közepéig pedig az Arthur Bergmannak fizettük a T3 takarék szövetkezetbe a hitelt. Igen, és ugye itt jön ki az a probléma, hogy az Arthur Bergmannak ugye nem tudtak megállapodást kötni, igen, ugyebár, ami igen, nagyon jellemző. Igen, Arthur Bergmann küldött nekünk egy levelet, hogy 6,5 millió forinttal tartozunk még, úgy, hogy már a tőkét megfizettük, már 2012-ben megfizettük a tőkét, 6,5 millió forintot követelt még tőlünk az Arthur Bergmann. Próbáltam vele kiegyezni, levelet írtunk, erről is van papírom, mindenünk, hogy 12 havi részletre adta volna meg nekünk a 6,5 millió forintot, amit sajnos nem tudtunk bevállalni, akárhogy is szerettük volna, tehát nem tudtunk volna 550-600 ezer forintot havonta megfizetni, tehát lehetetlen volt. És így sajnos árverezésre adta az ingatlanunkat, ami elég hamar elkelt az ingatlan, elég hamar lett rá vevőnk, és elég hamar szerettek volna minket kirakni az ingatlanból. De ugye többszöri próbálkozás is volt. Négyszeri próbálkozás volt, hogy kirakjanak minket, de hála jó Isten, az összefogás az emberek segítségével sikerült. A mai napig is az ingatlanba maradnunk. Igen, ugye jelenleg még most is ugye kilakoltatási moratóriumban érvényben szeptemberig, hogyha nem hosszabbítják meg ezt a kilakoltatási moratóriumot, ugye akkor ugyanúgy, mint tavaly, ugye lenne lehetőség a végrehajtónak ugye ezt kilakoltatást foganatosítani, hogy addig mindenféleképpen valamilyen megoldást kellene találni ugye önök számára. Igen, mindenféleképpen.
Ugye itt a legnagyobb hibát a követeléskezelő vétette, illetve a hiányossága az, hogy a követeléskezelőkről ugye nincsen törvény, és itt egy ajánlás alapján működnek a követeléskezelők. Ugye itt van egy, ahogy a hölgy is említette az előbb, az Arthur Berman egy 12 havi részletfizetést ajánlott fel, ugye több milliós, közel 7 millió forintos tartozásra, ami ugye kivitelezhetetlen, meg abszolút irreális az, hogy Magyarországon egy átlag fizetéssel is rendelkező személy ezt meg tudja fizetni. Főleg annak tudatában egyébként, hogy a követeléskezelőkre vonatkozó általános elvek is kimondják, hogy ugyebár a fokozatosságnak a fontosságát, hogy ugye mindig ugye folyamatosan meg kell próbálni a követeléskezelőnek megállapodásra jutni az adósoknak a személyével, ugye figyelembe kellene venniük ugyebár az adósnak az anyagi helyzetét, illetve azt is, hogy ő ténylegesen meg kívánna egyezni, illetve még az előzményeket is, a szabályozottság elve, és ugye, hogy a szükséges információkat is meg kell ehhez adni. Én meglátásom szerint ezzel a 12 havi részletfizetésre az Arthur Berman ezt a ajánlást egyébként teljes egészében áthágta, és nem teljesítette az MNB által előírtakat. Igen, de volt egy olyan papírom is, ahol próbáltunk vele egy összeget, hogyha befizetek neki, hogy akkor tud-e segíteni, és elutasított. Tehát mindenféleképpen elutasított. Igen, hogy a lehetetlen lett volna vele kiegyezni. Olyat ajánlott, amivel tisztában volt, hogy mi nem tudunk teljesíteni. Igen. Havi fél millió forintot nem tudtunk volna fizetni. Hát ez teljesen lehetetlen azért, meg aki itt él, az látja azt, hogy ez nem lehet kivitelezni. Hogy ezért megpróbáljuk elérni most az Arthur Berman követeléskezelőt, és megkérdezzük, hogy mit gondolnak arra vonatkozólag, hogy ugye ezeket az MNB által előírt elveket meglátásunk szerint nem tartották be, hogy akkor hívjuk is fel a ügyintézőjüket a Godzsák családnak. Megpróbáljuk újból. Igen, tessék! Jó napot kívánok! Bangoni Godzsák Mónika vagyok. Faragó Krisztiánnal beszélek? Én vagyok, de most nem alkalmas, hogy megbeszélésen vagyok. Jó, mikor tudnám hívni Önt? Nem tudom, este 7-8 körül végzek holnapi nap folyamán. Mert nagyon hosszú megbeszélésen vagyok, irodán kívül. Uh-huh. 2 perce nincs rám? 2 percem van. Akkor hadd mondjam el gyorsan. Igen. Ugye tegnapi nap folyamán egyeztettünk, hogy a jövő hét szerdán tudna engem fogadni. Igen. 11 órakor. Lenne egy pár kérdésem, hadd tegyük már fel. De most nem tudok erre válaszolni. Tudom, 2 perc az egész, igen, rövid lesz. Köszönöm. Jó napot kívánok, hogy Önök vagy Ön szerint, amit a megállapodási kérelmére adott válasz, ez a 12 havi részletfizetés, az Önök szerint az MNB utasításával egy hangban van? Itt több mint 500-600 ezer forintos havi részletfizetést kellett volna az adósnak kifizetnie. Itt ugye pedig a teljesítési megállapodás, ugye az MNB-nek a ajánlása alapján ugye kimondja, hogy megfelelő módon lehetőségeket kell biztosítani a tartozás összegének folyamatos csökkenése mellett a követelés halasztott, illetve részletekben történő megfizetése. Igen, ez egy lévő ügy volt, ha jól emlékszem. Vagy egyéb módon segítik elő a szorult anyagi helyzetben jutott adós jövőbeni teljesítését. Igen, ez már amikor Önökhöz átkerült, valószínű, hogy végrehajtási ügyben volt, de azelőtt ugye ugyanúgy tudták fizetni az adósok a részleteket. Így, de hozzánk elkerült, már végrehajtási szakaszban volt, úgyhogy a VHT 12 havi részletet tud biztosítani. A végrehajtónak van joga 12 havi részletfizetésre. Ezzel ellentétben a követeléskezelőkre vonatkozó elvi szabályok szerint lehet több havit, illetve több évit is felajánlani. Ugye itt az ajánlás is kimondja, és nem kötelezi azt, hogy a végrehajtókra vonatkozó törvényt a követeléskezelők ugyanúgy alkalmazzák. Értem, de mi 12 havit engedélyeztünk, ugye az ajánlás pedig ajánlás.
És ön szerint az ajánlás egyébként helyén való, vagy emberi? Vagy ön ki tudta volna ezt fizetni, vagy egy átlag ember ezt ki tudja fizetni? Én most én nem tudom, az ugye részletekben hozzánk egy felmondott ügy került, végrehajtási szakaszban lévő ügy volt. Nem, igen, értem, de akkor ön szerint sem helyén való ez az ajánlás lényegében. Én nem mondtam semmit, hogy helyén való vagy nem. Azt tudom, hogy hozzánk végrehajtási szakaszban lévő ügy került, nyilván az ingatlant elverezték, és ennyi. Ha fizetett van, nem került a felmondásra. Igen, de ettől függetlenül ugyanúgy a követeléskezelő több havi részletfizetést is fel tud ajánlani. És az ajánlás nem tartalmazza azt, hogy csak a végrehajtásra vonatkozó 12 havit. Mi 12 havit ajánlottunk be. És pont ezt állítjuk, hogy ez az ajánlásuk a ajánlással ellentétes, mert ugye itt nem tartalmazza az adósoknak a fokozatosság elvét sem. Na ugye önöknek mint új ügy került át. Én nem tudok erre mit mondani, mi ennyit ajánlottunk, senki nem tud bennünket kötelezni arra, hogy legyen 100 havi, 1000 havi, mi 12 havit ajánlottunk, meghozták ezt a döntést, leírtuk és ennyi. Én értem, szóval igen, ezt tisztában vagyok, mivel a követeléskezelőkre nincsen törvény jelenleg, így körülbelül, mint ahogy az adott esetben is látszódik, azt csinálnak önök, amit akarnak. Mert ugye nem is voltak nyitottak mondjuk egy kisebb havi részletre vonatkozó felajánlásra, csak arra, amit ugye a végrehajtási törvény a végrehajtókra mond ki. Mondom, tehát szerdán jönnek, és akkor megbeszéljük a kollégákkal. Jó, most tényleg nem tudok ebben most pár foglalkozni. És akkor szerdán esetleg lehetne ezzel az ügyel kapcsolatban előrébb lépni? Hát itt nagyon előrébb lépni, nem tudom, mire gondol. Mert ha jól emlékszem, ebben az ügyben itt ugye elkelt az ingatlan elverése. Igen. A felosztás itt ugye jogerős lett. Szerintem a végrehajtás kérők ugye megkapták a pénzüket. Itt már jó tudom, hátra csak a kilakoltatás van. Tudomásom szerint ez így? Ez így helyes, ahogy azt az előben felvázolta. Hát, mi nem is vagyunk a képben, tehát mi lezártuk az ügyet. Ha jól emlékszem. Hát azt önöknek kell tudni, hogy le van-e zárva az ügy, vagy sem. Most mondom, hogy irodán kívül nem vagyok gépközelben, nyilván gépen meg tudom nézni, hogy lezártuk-e, vagy nem. Szerintem itt a teljes tartozás megtérült. Hát az ingatlan, igen. Itt már csak egy jogi cselekmény van hátra, a birtokbadás az új árra és jövőnek a kifizette vételára. Itt nincs más hátra. Tehát itt a mi ügyünk szerintem le van zárva. Megtérült a követelés az elveréssel. De önök akkor nyitottak még esetleg kommunikációra jövő hét szerdán? Hát kommunikál tudunk, csak attól függ, miről. Mert van, tehát ugye egy lezárt ügyről beszélünk. Az Artur Bermann ZRT-vel folytatott beszélgetésünk során kiderült lényegében az, vagyis bevallotta a Faragó Krisztián, bocsánat, hogy igenis azt tehetnek az adósokkal a követelés kezelő cégek, amit csak akarnak. Nincsen rájuk vonatkozó törvény, csak is ajánlások, aminek megszegésért valahogy, valamilyen szinten, vagy kellőképp bevezetett szankció nincsen, nem írhatnak neki elő. Ugye az előbbiekben felolvastam neki egy pár sort a MNB ajánlásából, sokkal több ajánláspontot is megszegtek szerintem ennek a részletfizetési felajánlással, ennek a részletfizetésnek a felajánlásával, amit még nem soroltam fel a telefonbeszélgetésbe, de így is kitűnt az, hogy igenis teljes hatalmuk van a követelés kezelőknek, és nem egy családot kergettek sajnos akár még a halálba is ezek a bűnösök, illetve a törvény hiányából kifolyólag ezt mind megtehetik. Annyit még a Faragó Krisztián elmondottak alapján még hozzátennénk, hogy említette, hogy felmondott hitelszerződésről volt szó, és hogy ők már felmondott hitelt kaptak készhez, vagyis engedményezéssel került át hozzájuk ez a hitel. Ez abból következett, hogy felmondott hitelszerződés kerülhetett át, mivel annál a banknál, amelyiknél felvette a Godzsák család a hitelt, mielőtt megszüntették volna azt a hitelintézetet, felmondták a szerződést, mert a közjegyzői záradékban volt egy olyan pont, amely kimondta, hogyha
közös költség tartozás van az adósok irányában, abban az esetben felmondásra kerülhet ez a hitelszerződés, és a cég megszűnését megelőzően, ugyebár fel is mondták ezt a szerződést, és így egy teljesen más helyzetű hitelszerződésként kezelik. Itt az Arthur Bergmannál egyébként a követelést, ami megint csak ellentétes meglátásom szerint az ajánlással, mert attól függően, hogy behajtási vagy végrehajtási szakaszban van egy követeléskezelő cégnél az ügy, ugyanúgy arányosan, és figyelembe kell venni akkor is az adósoknak a bevételét, körülményeit, hogy melyik szakaszban jár az ügy. Én még biztos vagyok abban egyébként, hogyha az Arthur Bergmann nem egy végrehajtás alatt álló ügyet kap kézhez, akkor is ugyanúgy eljátszotta volna egyébként ezt a részletfizetési megállapodást. Maximum lehet 24 havit ajánlott volna fel, mert ugye az ajánlás rájuk nem nagyon vonatkozik, vagy nincsen szankció, és ők bármit megtehetnek, és mivel azt se tudták volna fizetni a 2-300-es havi törlesztő részletet, így valószínűleg ők rakták volna végrehajtási szakaszban ugye az ügyet, amikor ugyanide jutott volna az ügy, hogy ez csak egy kibúvó szerintem az Arthur Bergmann részéről, hogy ők nem felelősek ezekben a kérdésekben, pedig minden egyes ilyen döntésükkel családokat, embereket tesznek tönkre egyébként. A Mi Hazánk Mozgalom a végrehajtók bevételéről készített már kétszer is top 10-es listát, ezzel ellentétben most a követeléskezelőkre vonatkozó top 10-es listát nem állítottam össze, mert megszámlálhatatlan követeléskezelő létezik, illetve listázva sincsenek úgy, mint a végrehajtók, de néhány követeléskezelőt itt felsorolnék, hogy mégis ezeknek a hiénáknak mennyi bevételük van a nemzet sanyargatásából. Ezek az adatok a 2019-es évre vonatkoznak, mert ezek a legutolsó nyilvános cégnyilvántartásokból kiszűrhető adatok. Itt ugye az előbb említett Arthur Bergmann ZRT-nek a bevétele 249 millió forint volt. Hozzá kell tenni, hogy ők egy viszonylag kisebb behajtó cégként funkcionálnak, akik ellen már többször is volt egyébként 2010-es években MNB által kirót szankció, de még mindig ugyanúgy működhetnek. Ezeket a szankciókat mi sokkal súlyosabban büntetnénk, és sokkal nagyobb pénzbírságot, vagy akár eltiltást is eszközölnénk. A Magyar Követeléskezelő ZRT majdnem 20 milliárd forint éves bevétellel rendelkezett 2019-ben, az OTP Factoring 77 milliárddal gazdálkodhatott 2019-es évben, és az Intrum Justitia Kft. Pedig közel 35 milliárd forintos éves bevételre tett szert az emberek nyomorából. A Mi Hazánk Mozgalom határozott álláspontja, hogy mielőbb törvényt kell alkotni a követeléskezelő cégekre, már csak azért is, hogy az ilyen esetek, mint amit az előbb elhangzott, ne történjenek meg. Ugyebár jelenleg a MNB ajánlásai vannak hatályban a követeléskezelő cégekre, amit vagy nem tartanak be, vagy nem kellőképpen szankcionálnak. Egyetlen egy megoldása van annak, hogy a hiénák tevékenységének véget vessünk, az, hogy egy követeléskezelőkre részletesen szabályozott szankciót, törvényt alkossunk meg, amelyre a Mi Hazánk Mozgalom a jövőbe meg is fog lépni.